Fivéreim és nővéreim, dr. Keserű Sándor vagyok Izraelből, az ördög ügyvédje. A mai napon tovább fogom boncolgatni a borkai ügyet. Kábítószer, kurvák, pénzvisszaosztás, ütő emberek. Először kezdeném azzal, hogy hogyan ismertem meg én borkait. Az összekötő ember dr. Szamosvölgyi Csaba volt. Ő ajánlotta be a sportfinanszírozást. Megmondom őszintén, én hittem ebben, hiszen a sport egy szent dolog, borkai nagyszerű, olimpikon, érdeklődtem ez ügyben. Ezek az információk jöttek vissza róla, a Győr polgármesterével nagyon vigyázzak. Miután találkoztam Szamosvölgyi Csabával és Borkai Petrával, megtörtént a kiajánlás. Ez úgy nézett ki, hogy 100 millió forinttal támogatjuk az ifjúsági olimpiát. Jó ötletnek tűnt. Ekkor dr. Szamosvölgyi felvetette, hogy vannak más eszközök is. Gyakorlatilag itt még bűncselekmény nem történt. Később felvetette újra, hogy a 100 millió forint az úgy néz neki, hogy átutalja az én cégem, vagy az én cégemhez kapcsolódó cég, és ebből 35 millió forintot kapok vissza készpénzben, tisztán. Megmondom őszintén, meghökkentem. Ekkor már, miután képbe került Borkai, elkezdtük a leallgatásokat és a technikák telepítését. Ekkor 2017-ben már visszajött az info, hogy megtörtént a hajókázós videó, ami nagyon sok embernek felejthetetlen pillanatokat szerzett. Számomra azért nem volt túl esztétikus. Érdekes módon, miután én kihátráltam az üzlet mögül, nem ért véget a megkeresés. Az első bűncselekmény ott történt, hogy ugye Borkai Petra felajánlotta a pénzvisszaosztás lehetőségét. Ugye megnézzük a jogi alakzatot, ez véleményem szerint már bűncselekmény. De a legdurvább, ahogy kedvenc ügyészem dr. Andrejko mondaná, itt volt benne a tuti, amikor Borkai megkeresett és személyesen találkozott velünk, és azt mondta, ha ez létrejön, segít a győri beruházásokban az én műanyagipari cégemnek. Szerencsére nem mentünk bele, az ismert okok miatt. Néhány szó az összekötő emberről, dr. Szamosvölgyi Csabáról. Elsősorban, akik nem ismerik, rendkívül jómódú, ütő ember. Egy börtönben ült Tasnádi Péterrel. És ahogy mondtam, 680 millió forint a sportautója van, nem biztos, hogy a lámpagyári munkájából vette. De természetesen, ha az ördög ügyvédje nem alszik. Miért? Elkezdtünk egy kicsit kutakodni dr. Szamosvölgyi körül. És a következő határozatot szeretném bemutatni. Dr. Szamosvölgyi nem doktor. Áljogász volt. Ezt alátámasztom a PE 17 per OK per 1488 kötőjel 3 per 2019 Pest megyei kormányhivatal Vác járási hivatal által hirdetett hirdetménnyel, ami a következő, persze nem részletezem, hatóságom doktori cím nyilvántartásából törlése ügyében hivatalból indult eljárásban döntés hozott, de annak kézbesítése az ön részére lehetetlen. Azaz dr. Szamosvölgyi Csabának még a címe is fiktív, nem csak a doktoria. Jellemző Borkaira, hogy ilyen emberekkel vette magát körül. Ez volt a hierarchia második foka. Csúcson volt Borkai és az ügyvédei, és lent pedig dr. Szamosvölgyi, aki visszaszedte a pénzeket a közepes és kis strómanoktól. Több száz millió forintról, hanem milliárdról van szó. Ne felejtsétek szavaim. Tegnap Borkai, holnap Orbán bukik. És még egy pillanat. Szeretném megkérni dr. Zimány Linda ügyvédnőt arra, hogy lássa el a védelmemet az Oszterperben, ami lassan-lassan esedékessé válik Debrecenben. Ugye köztudott, hogy Oszter Sándort korrupcióval vádolták, ebben én negyedrendű vádlott vagyok. Sajnos a jogi képviseletem nem megoldott, hiszen politikai menedék menekültként itt vagyok Izraelbe, de el tudok juttatni részére egy meghatalmazást. Szerintem dr. Zimány Linda pont emelni fogja a színvonalat a Debreceni Bíróságon, hiszen ennél rosszabb helyzetem már nem lehet. Köszönöm a figyelmet, békés estét!